Vajon melyik az az ország, ahol sikerrel vették fel a küzdelmet Hollywood mindent elárasztó filmáradatával? Üdvözlöm az Ázsia nézőit! Igen, természetesen Dél-Koreáról van szó. Adásunkban filmes utazásra hívjuk nézőinket, és a filmvászon jó voltából nem is csak Koreába, de Tajvanra is ellátogatunk. Egészen különleges utazáson vehettek részt azok, akik a 10. koreai filmfesztivál előadásaira ellátogattak. Az alkotások sorában politikai krimit ugyanúgy látni lehetett, mint látványos akciófilmet, történelmi drámát, vígjátékot és persze művészfilmet Kim Ki-duktól. Stábunk annak próbált utána járni, miért olyan sikeres otthon és külföldön a koreai filmipar. Tömeg a moziban. Kevés alkalommal látni ilyen sok embert egy nem amerikai film bemutatóján. Aki az Uránia moziba október 26-án ellátogatott, ünnepi műsort is megtekinthetett a 10. koreai filmfesztivál ünnepélyes megnyitóján. Az érdeklődőket a távol-keleti ország nagykövete is köszöntötte, aki most indul haza magyarországi szolgálatáról. Már 3 éve dolgozom és élek Magyarországon, igen. Csupa szép emléket gyűjtöttem az országról és a magyar emberekről. Több európai országban teljesítettem szolgálatot, de a magyar kultúra, az emberek érdeklődése a koreai kultúra iránt semmihez nem fogható. Ez alatt a 3 év alatt pedig látványosan nőtt az érdeklődők rajongók száma. A koreai kultúra iránti érdeklődés szemmel láthatóan növekszik Magyarországon, amire méltán büszke lehet egy diplomata. Kíváncsiak voltunk arra is, mely film In Jung-hae-in nagykövet kedvenc alkotása. A taxisofőr az egyik személyes kedvencem. Különösen azért, mert megtörtént eseményeket dolgoz fel, így erős érzelmi érintettséget hordoz magában. Akkoriban egyetemistaként éltem, távol Gwangju városától. A média, ahogy az a filmből is kiderül, nem vagy csak hamis hírt adott a történtekről. Amikor aztán a szóbeszéd, a pletyka igaznak bizonyult, mondhatom, hogy rendkívül sokkolóan hatott rám is. A taxisofőr egy özvegy férfiről szól, aki 11 éves lányával él. Szegényesen eladósodva és a küzdelmes pénzkereseten kívül más nem is nagyon érdekli a világból. A taxisofőr egy német újságírót fuvaroz, jó áron, Gwangju-ba, ahol a diákok fellázadtak a katonai diktatúra ellen. Ott azután nehéz döntést hoz, és bár sokat kockáztat, nem hagyja cserben sem utasát, sem a diákokat. A film a legnézettebb alkotás lett idén Koreában. 12 millió néző váltott jegyet rá. Szerelem volt első látása, úgyhogy azóta követem a koreai filmnek a fejlődését és az újdonságait. Vince Teréza a Karlovy Vary Filmfesztiválon ismerkedett meg a koreai filmekkel, elsőként is Kim Ki-duk alkotásaival. Idén 26 filmet válogatott a filmfesztiválra, ennek egyik vonulatát a koreai közönségsikerek, a populárisabb alkotások adták, amelyeket a Sugar Multiplexen vetítettek. A fesztiváldíjas művészfilmeket pedig egy hangulatos művészmoziban, a Premier Kult Caféban voltak láthatók. Van, ami ezeket a népszerű filmeket gyűjti össze, hogy tulajdonképpen egy ilyen legek szekciója lett, ugyanis idén szerepelt a válogatásba valaha létezett legtöbb néző által. Koreában legnagyobb közönség sikernek örvendő film az Admirális, ami a csúcsot tartja a koreai film eddigi történetében 17 millió nézővel. Az Admirális Korea Hírosának, Isun-sin admirálisnak a legnagyobb tengeri csatáját mutatja be elképesztő látványvilággal. Az Admirális a világ első páncélborítású hajójával sorozatban megalázó vereséget mért a rendre 10-szeres túlerőben lévő japán flottára. Csak hogy páncélos teknős hajóból egy sem maradt, amikor 1597. október 26-án a Mayungyan csatában 12 hajója nézett farkas szemet a 130 japán hadihajóval. Alapos tervezés, a helyszín ismerete, hősiesség, kitartás és a szerencse kellett ahhoz, hogy megfutamítsa az ellenséget, így hátráltatva hazája a japán invázióját. A filmet 17 millióan látták moziban, az 50 milliós Dél-Koreában. Mintha Magyarországon 3 millió 400 ezer ember nézne meg egy magyar filmet, de nem otthon, a tévében vagy az interneten, hanem moziban.
ezek elképzelhetetlen számok, fantasztikus számokat produkál a koreai film otthon, rendkívül sikeres. Tehát az örök ranglistán az első 5 film, a legnézettebb filmből 4 koreai. A harmadik helyen van az Avatar, de a 4 másik az koreai gyártású. A horror és zombi film minden fanyalgás dacára az egyik legnépszerűbb műfaj. A Busan Express pedig annak kiváló példája, hogy ebben a műfajban is készülhet igényes alkotás. A történet a Szöulból délre Busan felé robogó szerelvényen játszódik, amelyen az egyre fogyatkozó számú túlélők menekülnek az élő halottak elől. Műfajon túlmutató pazar színészi játék, mélyebb összefüggések felvillantása ugyanúgy jellemzi ezt a filmet, mint elképesztő látványvilág. Ezt a filmet több mint 10 millióan látták. Tudunk még olyan országot a világon, ahol sikerült volna fölvenni a versenyt az amerikai filmek dömpingjével? Nem tudok olyan országról, amelyik a saját közönsége számára ennyire nagy sikerrel tudna előállítani filmet. Ebben is egyedülálló a koreai film, és hát emellett nem kis érdem, hogy ugyanakkor a nemzetközi filmfesztivál világban is, tehát a művész moziknak, vagy a művész filmeknek a versenyében is nagyon jól állják a sarat. Ellencsikem, csak kigújtál. Míg mi a 60-as és 70-es években francia-olasz politikai krimiken izgultunk, addig Ázsiában most a koreai krimik hódítanak. A gyanú egy észak-koreai különleges ügynökről szól, akit elárultak felettesei, és ezért személyes bosszú hadjáratba kezd Dél-Koreában. 4 millió mozinéző látta otthon ezt az alkotást. Mi az pontosan, amire sikerült ráérezniük a koreai filmiparban? Tehát egyrészt a hazai közönséget tudják kiszolgálni nagy sikere, másrészt a filmjeiket exportálják a nagyvilágba. Mivel magas költségvetések állnak rendelkezésre a filmipar szerkezetéből adódóan, ezért nagyon magas minőségű, gyártási minőségű filmeket tudnak, tehát Hollywooddal versenyző minőségben tudnak populáris filmet készíteni, és a sikernek a záloga Koreában, hogyha a saját közönségnek akarnak sikerfilmet készíteni, az a saját történelem, tehát a saját történelmi eseményeikről. Egy másik igazi kasszasiker a Bérgyilkosnő, ami igazi akciófilm volt. Ebben egy kislány kora óta gyilkolásra kiképzett ügynök a koreai titkosszolgálat kötelékéből próbál menekülni, és közben saját boldogságát hajszolja. Ízig-vérig koreai alkotás, de aki szereti a Kill Bill-t és a Nikitát, annak érdemes a filmet felkutatnia. Kim Ok-bin igazi televíziós és mozisztár. Nem csak hazájában, de Ázsia sok más országában. A másik dolog az eladhatóságot tekintve, azért érdemes megjegyezni, hogy természetesen szükségszerűen ezeknek a filmeknek Ázsiában kell behozniuk az árukat, vagy Ázsiában lehet őket leginkább eladni, és ennek azt az ázsiai sikert pedig nem más alapozza meg, mint a televíziós sorozatoknak a sikere, és az ott kitermelt sztároknak a hihetetlen ázsiai sikerszériája. Tehát, hogyha ők szerepelnek egy mozifilmben, nagyon jól el lehet adni Kínába, Japánba. Nem Ázsiába, hanem Amerikába adta el magát a Kim Sisters trió egy másik korszakban. A történetüket feldolgozó fiatalkori álom a Teaházban egy igazi különlegesség volt, amelyet a koreai filmfesztivál záró programján lehetett megtekinteni. Kim Tae-yong filmrendező a Kim Sisters koreai lány trió karrierjéről készített dokumentumfilmje budapesti bemutatójára el is jött Magyarországra. Szívbe markoló, mesebeli és igaz. Ez a Kim lányok története. Ők voltak az ázsiai boszorkányok, akik a 60-as években meghódították Amerikát. A Kim Sisters két lánytestvér, Sukja és Aija, valamint egy unokatestvér, Minja. Kim Minjat, vagyis mi a Kimet arról kérdeztük, hogy a Kim Sisters honnan indult. A koreai háborúban mindent elveszítettünk. Tudja, a bombázások miatt elveszítettük a házunkat, és semmink sem maradt. Nem volt mit ennünk, mindig éhesek voltunk. A nagynéném egy nagyon híres énekesnő és színésznő volt, Inyan Jong. A férjét azonban elrabolták az észak-koreaiak. Ott maradt egyedül, férj nélkül, 7 gyermekével.
A túlélés volt a tét. A Kémlányok két korabeli sláger, az All Buttermilk Sky és a Candy and Cake szövegét magolták be. Ebből a két számból állt a produkció. Az amerikai katonák annyira szerették, annyira tetszett nekik, hogy mi koreai kislányok énekeltünk nekik. Azt kiabálták, még. Így kezdődött a Kim Sisters története. Az előadások után nem pénzt kaptunk tőlük, hanem viszkit vagy csokoládét. Mi pedig eladtuk a viszkit és a csokoládét, hogy pénzhez jussunk, abból meg élelmiszert vásárolhassunk. Akkoriban rengeteg amerikai katona azt mondta nekünk, amikor hazamegyek, elviszlek titeket is Amerikába, mert ti tehetségesek vagytok. Sok katona beszélt nekünk erről, de ez sosem valósult meg. Semmi nem történt abból, amit mondtak. Aztán mégis történt valami. Tombol producer egy ázsiai showműsort álmodott Las Vegasba, épp Japánban keresett énekeseket, amikor amerikai katonáktól tudomást szerzett a kínlányokról. Eljött Koreába, meghallgatott minket, és azt mondta, oké, lányok, kaptok egy lehetőséget, mert tehetségesek vagytok. 3 hónapos szerződést kaptok, és ha sikeresek lesztek, akkor a szerződést meghosszabbítom. De ha nem vagytok sikeresek, akkor csomagoltok, és mentek vissza Koreába. A siker gyorsan jött, és nem adta olcsón magát. A kínlányok rengeteget dolgoztak érte. Énekeltek, táncoltak, és 20 hangszeren is játszottak. Now, ladies and gentlemen, from Korea, the Kim Sisters. Következett az Ed Sullivan Show, amely egész Amerikában a tévé elé szögezte a zenerajongókat. Sullivan annyira megszerette őket, hogy év nem múlhatott el anélkül, hogy a Kim Sisters nem volt az Ed Sullivan Show-ban. Összesen 22-szer szerepeltek nála. Szupersztárok lettek Amerikában, nemzeti hősök Koreában. Mi voltunk az úttörők, az első keleti lányok, akik Amerikába mentek és nagy sikert arattak, mintha Korea hősei lettünk volna. Addig csak háború volt, mindenhol pusztulás, katonák, gyilkolás, de jöttünk mi és fényt hoztunk magunkkal. A filmvetítés után következett a szórakozás, a koncert. Mia Kim lépett a színpadra, férjével, Tommy Viggel. Mia Kim Amerikában ismerte meg a történetesen zenész és történetesen magyar származású férjét. Tommy Vig jazzdobos, vibrafonos, zeneszerző, producer, zenei rendező, karmester, feltaláló zenetanár és sok minden más, persze társasági figura is egyben. A forradalom után 17 évesen menekült el Magyarországról. Ez a műsor nem lenne elég annak felsorolására, kikkel dolgozott együtt, mely produkciókban szerepelt az amerikai filmzene és a jazz világában. A 3 Kimlány mindegyike 1967-ben házasodott meg, és az együttes akkor feloszlott. Tommy Vig és Mia Kim 2006-ban költöztek Magyarországra. Kim Tae-yeon eljött hozzá Budapestre, hogy dokumentumfilmet készítsen róla. Amikor Koreába mentem ennek a dokumentumfilmnek a bemutatójára, nagyon meglepődtem. Azt hittem, nem is emlékeznek majd ránk, az újabb generációk legtöbbje még nem is élt akkor, amikor mi nagy siker voltunk Amerikában. De emlékeztek, amiért nagyon boldog voltam, melegséggel telt el a szívem attól, hogy emlékeznek ránk. A mi szívünk meg attól telt el melegséggel, hogy mi a Kimet láthattuk. Aki most is pont olyan energiával teli, optimista és életvidám, mint amikor Las Vegasban berobbantak a show businessbe, és a Kim Sisters-szel meghódították Amerikát. A látványos sikerfilmek után következzenek a Taiwan Docson, vagyis a tajvani dokumentumfilmnapokon bemutatott alkotások. Az identitás kérdése, ami Taiwanon igencsak kényes téma, minden alkotásból visszaköszönt. Legyen szó etnikai, kulturális, politikai, sőt nemi identitásról. Ez utóbbi vetület, vagyis a női és férfi szerepek alakulása, a nemiség kérdése, a szeretet és a vágyakozás témája volt a válogatás egyik fő szempontja.
Tajvan, avagy a kínai köztársaság az 1911-es kínai forradalom örököse, míg a népköztársaság kikiáltása előtti időszakból. Ennek a sajátos helyzetű és talányos identitású ország lakóinak az életébe engedett betekintést a Taiwan Docs. Taiwan is a... Taiwan szabad társadalom, egy teljes értékű demokrácia. Taiwanon nem létezik semmilyen idézőjeles tabu, sem politikai, sem kulturális értelemben. Bárki bármilyen témában szabadon készített filmeket. A filmeket és dokumentumfilmeket nem cenzúrázzák, vagyis minden megjelenhet a filmvásznon. Szabadon lehet bemutatni bármit, bármilyen témában, amit csak szeretne, legyen szó filmről, fotóról, bármilyen témában, minden megengedett. So no tabu at all. No taboo at all. Azt hiszem, hogy Taiwan, a taiwani művészet egész Ázsiában az egyik legszabadabb, legtabumentesebb. Tulajdonképpen ennek politikai és identitásbeli okai is vannak, hiszen valahogy igazolni kell a önálló entitás, önálló Taiwan létét, és egy olyan irányba ment el Taiwan, hogy ők a szabadságot, a demokráciát, a szólás, vélemény, művészeti szabadság teljes kibontakozását tették meg az identitásuk alapjául. A kibontakozás, legyen az egy külföldi operaénekes taiwani karrierje, aktmodellek kitárulkozása, vagy a gyökereit kereső őslakók, szinte minden alkotásban tetten érhető motívum volt. A filmek rendre azt vizsgálták, kik a taiwaniak, mit gondolnak magukról és mivé akarnak válni. Mennyire jelenik meg Taiwan bonyolult identitása ezekben az alkotásokban, visszatekintve az elmúlt évek filmjeire? Az egyik fő témája a dokumentumfilmeknek a taiwani identitásnak a feszegetése. Ugye rengeteg fajta taiwani identitás van, most is a idei filmfesztiválon két alkotás is az őslakosokkal foglalkozik, de az egy picit már átvezet a Kínához tartozás, vagy Kínához nem tartozásnak a kérdéseihez. A különböző időszakban jött kínaiaknak a konfliktusaihoz, kérdéseihez. Tehát tulajdonképpen a nagy része a filmeknek az valamilyen módon mindenképpen reflektál a taiwani identitásra. A nemiség több alkotásban is megjelent, talán leginkább az aktmodellek munkáját bemutató dokumentumfilm szólt erről, de a homoszexuális társkeresés buktatóit bemutató film is ehhez kapcsolódott. Taiwan az első ázsiai ország, amely engedélyezte az egyneműek házasságát. Vajon az egyneműek házasságának az engedélyezése egy természetes fejlődésnek, szociális, kulturális, gazdasági fejlődésnek egy logikus lépése, vagy esetleg benne van a politika egy fricska formájában, ami a szárazföldi Kína irányába mutat, ahol ezt a típusú szabadságjogot nem engedélyezik. Van még néhány típusú szabadságjog, amit a szárazföldi Kínában nem engedélyeznek, tehát itt nem csak a melegházasságról van szó, amit egyébként Taiwanon engedélyeznek. Mind a kettő tényező benne van. Azért azt látjuk, hogy a fejlett nyugati országokban szép lassan sorra legalizálják az azonos neműek házasságát, tehát úgy tűnik, hogy valamiféle, ha nem is természetes, de azért mégiscsak mindenhol jellemző folyamat. Másrészt pedig itt is benne van az a tényező, hogy Taiwan a szabadságával, a demokráciájával, a jogok biztosításával akarja a saját önállóságát, a saját létjogosultságát igazolni. Ugyancsak Taiwan Kelet-Ázsiában elsőként bocsánatot kért a múltban elkövetett bűnökért, akkor az őslakosokkal való bánásmód, a kapcsolat, a velük kialakított kapcsolat szintén ebben az identitásban értelmezhető? Azt hiszem, hogy igen. Itt azért vannak tényleges problémák. Ugye több mint 500 000 őslakos él Taiwanon, akik nem kínaiak, akik valaha a szigetnek a kizárólagos lakosai voltak. Őtőlük ugye elvették a földeket, felszorították őket a hegyekbe, és jelenleg is a taiwani társadalomnak az alján találhatók a szociális, oktatási, kulturális körülményeik tekintetében a legkiszolgáltatottabb rétegekhez tartoznak az őslakosok. Nyilván az ő problémáik, amúgy is kell kezdeni valamit, de ráadásul az, hogy őket fel lehet mutatni, hogy azért itt vannak olyan taiwaniak is, akik nem Kínából jöttek, és akiknek se nyelvileg, se etnikailag nem sok közük van a kínaiakhoz, és ők adják a
a eredeti lakói Tajvannak, ez természetesen politikai szempontból is jól felhasználható. A Tajvan Doxot idén harmadik alkalommal rendezték meg, ritka alkalmat adva egy távoli, egzotikus ország életébe történő bepillantásra. Egy év múlva, ősszel, újra tajvani dokumentumfilmek érkeznek majd, akkor is érdemes lesz ellátogatni a Toldi moziba. Ennyi fért az Ázsia mai adásába. Kérdéseiket, észrevételeiket írják meg nekünk az asia@hirtv.net e-mail címre. Adásainkat pedig megnézhetik a Hír Televízió honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Annyeonghin kyeszteio, zaejtien, viszontlátásra!